Barbárok. A kis kiskutya a puli fülelt, szimatolt, és a következő percben vicsorítva kezdett ugatni. Mi a? -e? szólt rá a juhász. A kutya csak még jobban ugatott. Városi félék? kérdezte a juhász. A kutya egy pillantásig hallgatott. Puszta Béli. A kutya ugatni kezdett. Akkor mi bajod? A juhász végig a subáján, a szamár árnyékában, és többet nem törődött az egésszel. Egy idő múlva a két komandor is észrevette, hogy idegenek közelednek, s mély konduló ugatással ők is rákezték. Olyan fertelmesen acsarkodtak, mintha nyúznák őket. De a juhász már tudta, hogy valamelyik pásztortársa közeledik. A puli azt jól megmagyarázta neki. Jó sokára volt, mikor a két szamaras juhászt ki lehetett venni, ahogy a leéget pusztán közeledtek. Lassan jöttek a szamáron, és a szamár lába előtt két kutya is ott poroszkált. A puli a gazdája lábához állt, és abban nem hagyta egy pillanatra a csikorkó csaholást. A komondorok lassan meg-megbékéltek, hogy felismerték a sorstársat. Talán a kutyákat is megismerték. Egy-egy időt hallgattak, aztán egy-egy verset ugattak, de nem vették nagyon a lelkükre az ugatási munkát. Csak a puli nem hagyta abba. Az úgy visított, mintha késsel metélték volna. Mikor a két vendég ideért a nyáj közelébe, a komondorok összeverekedtek a jövevénykutyákkal, egybe keveredtek, a földön mardosták egymást. Az egyik juhász a szamáról rájuk bőgött, a botját is felemelt, hogy mindjárt agyon csapja valamelyiket, de aztán csak hagyta, s bedöcögött a bagtatóval a bunda felé. Hé! Ne te hé! A juhász felkönyökölt és nézte a közeledőket. Elkurjantotta magát. Isz te! Erre az ebek kicsit barátságosabban marták egymást. Az egyik vendég már a földön volt, és hosszú kacsázó léptekkel közeledett. Adjon Isten! Fogadj Isten. Felállott a becsület kedvéért, pedig a vendég nem érdemelte a megbecsülést, mert rossz akarója volt. Hallotta múltkor is a csárdában, hogy azt mondta, hogy az ő nyája a puszta betyárja. Miért mond ilyet? Mikor neki módja van, hogy arra legeltessen, ahová csak szegődése engedi. De hát nem mutatja meg az ember mindjárt, hogy mit érez és mit gondol kezet fogott velük, és azt mondta. Szállj is is. Erre a másik juhász is leszállott a szamáról, s a két csacsit kicsapták. Azok ott maradtak egyáltó helyükben, és meg sem ott többet, csak a bőrük reszketett a pőcsik csípése alatt. De különben legfeljebb csak a fülüket mozgatták, és egy igétse se szóltak. A két juhász levette a szamárról a bundát, ők is leterítették a kiégett földre, s rájeverett így ültek szembe egymással, s maguk elé néztek. Nem beszéltek. Nyája juhász volt mind a három ember. Olyan juhász, aki egész esztendőt kintöltött a nyájánál, soha falunak színét se látta, ha csak lakodalomba be nem mentek, vagy vásárra olykor. Kemény pusztai emberek voltak. Körülöttük a nagy ég, semmi más, mert az égen csak kerengtek a felhők, de a földön nem volt más, csak a tücskök perektek. Meg egy vadkörtef a búsult görbén nem igen messze. A nagynyáj messzebb járt, a kisfagyú volt vele. A juhász kisfia, olyan tizenkét esztendős sihederke, csak egy nagy kalap, meg egy kis szűr. Ennyi volt az egész gyerek, meg egy kis kíváncsiság. Úgyhogy el is kezdte visszafelé terelni a nyájat, és alkonyat felé ide is ért az apjához. Ezek még akkor is hallgattak. A juhász napokat el tud tölteni hallgatva. Ha együtt vannak, együtt hallgatnak. Még ilyenkor, ha vizitába jön, akkor se vakognak. Hát az asszony, mondta az egyik vendég juhász, aki megszólalt nagy veres ember volt szeplős, nagy, kemény ember. Kék szemű és verhenyes bajszú. Hogy a haja milyen volt, nem igen látszott, mert a kalap egész a szemöldökére volt akasztva. A másik vendég is megmordult. Az kisebb ember volt, tömpe orrú, vizslató szemű. Szíta a pipáját, oda nézett, de nem szólt. Itt volt? Mikor? Van egy hete. Mikor adjunk megint? Majd elgyünk. Van eleség? Van valami? Elég lesz két hétre? Tíz napra. Tíz nap. Újra hallgattak. Most már a gyerek is itt állott csak állott a görbe kampójára támaszkodva, és szótlanul nézte a vendégeket. Szerette volna kitalálni, mit akarnak, minek jöttek, de nem mert szólni. Meg nem is akart. Ha azok nem, ő sem. Nem sürgős? Már lassan lefelé konyult a nap. Az is kíváncsian nézte a három embert. Az se tudta, kik ezek, s mit akarnak. Sajnálta is, hogy neki már el kell mennie a maga nyájával az akolba. Vajon odáig kisüle? Hát nem sült ki, mert csak feküdt a három ember és pipázott. Ültek keresztbe vetett lábbal. A vendéglátó gazda csak egyszer pillantott körül, akkor is úgy tett, mintha a nyáj után nézne, pedig azt nézte, hogy a botja kézügybe van-e. Mikor a nap lement? Egy kicsit megelevenedett a határ. Madarok kezdtek felettük repkedni, apró madarak nagy csapatban. A muslincák felhősen kavarodtak fel a fűből, vagy honnan, arra vadáztak. Hallod? No. Van neked egy szíjad? Van. Láttam tavaly búcsúkor, ki van verve rézzel. Megvan. Aztad kéne eladni. Eladni. El. Nem eladó. Nem. Nem. Miért nem? Hát csak nem. Magamnak csináltam. Magadnak. Magamnak. Meg a fiamnak? Meg a fiadnak? Annak. Kettőtöknek? Hát. Evvel újra tovább ültek. Aztán már egészen setét lett. Olyan hirtelen lett setét, mintha elfújták volna a gyertyát. Hát nem adod el? mondtam. Erre a nagyobbik juhász vette a botját, csendesen közelebb húzta magához, mintha fel akarna állani. A gazda juhász meg sem odcant, lesett, mint a komondor, de résem volt. Ez az utolsó szavad? De már akkor a gazda ugrott is felfelé, a másik kettő meg rá. Egy-kettő csattantak a botok. Elébb a két bot az egy boton, azután az egyik bot a gazda fején. Az megtántorodott. Ez írgyüttetek! Nem szólhatott többet. A két vadember ráhajtott, és egy perc alatt agyonra verték. Ott feküdt a juhász a földön, és még akkor is vágtak egyet-egyet rajta. A kisfiú ott volt mellettük, csak nézett. Olyan hirtelen esett a dolog, hogy meg sem Vedd le az apád szíját, mondta neki a veres ember. A fiú állott. Veszed le rögtön? A gyerek halál sápadtan, és az embereket szemmel tartva odament az apjához, és annak a derekáról leoldotta a szíjat. Ad ide! A gyerek a szíjat felemelte, és nézte, hogy melyiknek adja oda. Csak nézett, és nem vette észre, hogy az egyik bot a levegőbe emelkedett, és fején érte. Olyan sújtást kapott, hogy abba a percbe leesett, és kiadta a lelkét. A négy kutya, mintha nem értette volna a dolgot, csak most jött észbe. A két komondor nekiesett a másik kettőnek, s kapta egymást, és hempergett, vérben is nyíva ordítva. A puli meg ráugrott a veres juhászra, s a lábába harapott. Az a botjával vertes, rúgta, míg agyon nem csaphatta. A négy komondort látni se lehetett a sötétben. Azok kikészítették egymást. A két ember állva, botra támaszkodva várta el, míg a kutyáik végeztek, és mikor azok véresen és sebeiket nyalogatva a közelbe jöttek, akkor azt mondta a veres juhász. Kaparjatok! A két kutya hozzá fogott kaparni. Gödröt. De lassan. Erre az emberek elővették a szamár hátáról a kurtanyelű ásót, és segítettek nekik. Hogy a gödör megvolt, a kisebb juhász fogta a gyereket, beletette. De az ember mégis nagy volt. Ott a szíj. Rákötötte a nyakára, avval húzta bele. Mire a holt feljött, akkor a be volt kaparva a vendéglátó gazda fiastól és három kutyájával. Tüzet raktak a sírra ganéból, és megsütötték a szalonnájukat. Jó ízűen megvacsoráztak. Na, e megvan, mondta a veres juhász. Akkor ballagjunk. Megindította anyájat. a nyájat, a háromszáz elindult a pusztán, de nehezen indult meg, mert már szerettek volna étszakázni. Nem értették, hogy miért kell éjhomra tovább sétálni a nagyságos pusztán de ha kell, csak mentek. Utánuk ballagdogált a négy szamár, meg a két sebesült komondor. A két juhász nyugalmasan lépdelt megettük. Tíz nap múlva egy magas, fekete asszony bodászott a nagy pusztán. Fejér vászon ruhája volt, a lábán nagy bocskor volt madzaggal erősen megkötözve, és feje be volt kötve vászonkendővel. A hátán batyu volt, sevesen ment, pedig már harmadik napja gyalogolt. Nagyon messze van a falu, mert az ura, hogy a maganyáját nyáját legeltette, nem könnyen kapott mezőt. Már örült a szíve, mikor meglátta messziről a görbe vadkörtefát. Ennek a táján szokott volt az ő ura legeltetni. De most sehol se látta az embert. Tanya falu errefelé napi járóföldre nem volt ember sehol, csak a merő puszta. Ha valaki nincs a helyén, azt meglelni, és megkeresni ember nem tudja. Lelte a régi tűzhelyet, elüldögélt felette. Az egész napot járta azon a tájon, ahol emlékezett. De még a nyáj nyomát se lelte. Nem találta a friss csapást, az apró fényes birkabogyókat elszáradt régi nyomok. Több hetes. Eső is volt, vihar. Már régen elmusta. Meghált a nagy és ijedelmes ég alatt, és nem bírta észszel felérni, hova lett az ember. Kevés szunyadás után útra kelt napkelet felé, hogy más juhászokat lejjen, akik talán tudnak valamit róla mondani. Elérkezett olyan tájra, hogy füstöt látott vidám füstöt. Ez nem az ő embere, már a tűzből látta. Az ő emberének, szegénynek még arra se volt kedve, hogy tüzet égessen, ha nem kellett. Szárazon szeretett mindent, s hidegen az ételt. Az reggelibe sose rakott tüzet, úgy ette a kenyeret, szalonnát, sajmát. Csak délére tüzelt, vagy estére, hogy tarhonyát, vagy lebbencset vessen, azt is a gyerek miatt. Nagy, veszett kutyák rontottak rá, de nem félt tőlük. Tudott a nyelvükön. Juhász gyermek volt. Juhász né maga is. A kutyák aztán csahitoltak, de nem bántották. Jó napot, jó emberek, állított be Nagy veres, juhász gazda volt ott. Három bolytár. Nem látták, merre jár az én uram anyájával. Az az én uram, aki napnyugatra jár. Háromszáz birkával. Háromszázzal, igen. Az az, éppen az. Bodri Juhász. Az a neve neki. No, ő jön néném asszony. Az asszony csak állott. De hogy nem volt sürgős a szó, kicsit leguggolt, úgy batyustól, s a két bokájára guggolva juhászosan pihent. Hát én nem tudom, merre van az ura. Elment napnyugtára. Ugyan hová ment volna? Azt meg nem mondta, hová megy. Dunántúlra erett. Dunántúra. Tizenkét napja vagy tizenhárom erre járt. Mondta, hogy egy kicsit el kell innen mennie neki, mert valami baja van a fogmegekkel. Neki? Ki. Fogd meg ekkel. Törvényjel. Sose mondta. Éppen ma két hete volt, amit nála. Nem szólt felőle. Hallgató ember volt. Hallgató, de azt megmondta. A veres juház odaadta a villát, amivel a bográcsot keverte. Na, egyékként. Ettem. Egyék csak, mintha magáé tenné, nem szánom én kentül. De az asszony csak megingatta a fejét, nem nyúlt a villához, nem merített a bográcsba, pedig abba jó hús volt kásával. Jól élnek ezek így reggelente már. Nézte a jókat. Volt ott vegyesen birka is, magyar szőrű is. Csak nézte, csak nézte mereven, mintha a magáét nézni. Ha az ura elment, nem lesz neki többet se birkája, se juha. Még arra is emlékszek, mondta a veres juhász, hogy mikor itt járt, volt neki egy szíja. Rézzel volt kiverve. Az ő volt, mondta az asszony. Szerette azt a szíjat, mindig derekám viselte. Kértem tőle, adja ide, nem adta. Nem, azt nem adta volna senkinek ez világon. Ígértem neki mindent, de meg se billent rá. Ó, én lelkem egy unam, riadt fel az asszony, s a kezeit összekulcsolta. Akkor mondta, hogy el kell neki menni. mondott te engem? Nem, csak kérdeztem, nem felelt. Egy szót se. Annyit mondott, volt itt. Kérdeztem, mikor, vagy egy hete. Így mondta. Vagy egy hete. Úgy mondta. Úgy. De hát akkor csak egy hete, hogy itt járt? Csak egy hete volna. Az asszony körülnézett a legényeken, de azok nem tudták. Ezek nem látták, mert akkor még nem voltak itt. Hum voltak? Ki erre, ki arra? Újak? Újak, nem újak, nem voltak velem. Mégis akkor minek gyütt? Csak elgyütt, erre került a nyájjal, kicsit eldarvadozott. Valaminek kellett lenni, mert nagyon hallgatott. Ő volt, mondta az asszony. Száraz szemekkel nézett maga elé de egyre jobban nyugtalan lett a szíve. Semmi jelt nem hagyott. Jelt? Minek? Nem volt olyan adó. Hát akkor felállott. A gyerek nem volt vele? Gyerek. Láttam egyszer egy süttyó gyerekkel, ketten voltak a nyájjal. Igen. Két komondora is volt, meg egy pulia. Úgy, ja, úgy. Hát várja meg, talán visszagyűn őszre. Majd utána még. Hát csak menjen kend. Itt is elmaradhat. Vagyunk emberek. Itt is elmaradhat egy napot. Dunántúra mondta. Dunántúra. Hát akkor elmegyek utána a Dunántúra. Csak mindig napszállat felé. Majd megkérdezem. Ebből az asszony felállt, megrázta a vállán a batyuját, aztán biccentett egy kicsit, és elment. A juhászok soká néztek utána. Ettek, ittak. Bort a csobolyóból. Azután felkeltek, és a nyáj után néztek. Az asszony pedig ment, ment, elment, elveszett a nagy pusztán. A nap egyre feljebb hágott az égen, s nézte, ahogy a fekete asszony vászonfehérben tovább ballagott a pusztán. Az pedig csak ment, csak ment. Haza se nézett, csak elment. Addig ment, addig ment, míg a puszta el nem nyelte. Addig ment, addig ment, míg el nem érte a Dunát. Azon is által ment. Ladikos embert lelt, az áttette. És ment, ment, amerre hallotta, hogy juhászok szoktak legeltetni. Ment az egész nyáron, ment, amíg csak a hóle nem esett minden földet bejárt, minden nyájat megkeresett, minden juhásszal leült, és megkérdezte, nem láttak-e ilyen meg ilyen derék kis hallgatag embert a háromszáz juhával. Télére hazament a falujába. Kinyitotta a házat az ereszbe dugott kulcsal, és eltöltötte a telet. Már akkorára a malaca is megnőtt, a tyúkjai, csibei megszaporodtak, mert a szomszédok vigyáztak rá, míg ő oda járt. Tavasz nyíltával nem bírt maradni tovább. Volt a pulinak egy fia. Az is olyan okos kis fekete kutya volt. Azt mondta neki. Gyere, puli, keressük meg a gazdát nyomát. Ment újra a pusztára. Vidd magával, amit a hátán vihetett és kigyalogolt, ahol tavaly hagyta volt a gazdát. Rátalált a nagy körtefára megint. Letanyázott, mintha ott akarta volna eltölteni a nyarat. Ott is volt két hétig, háromig. Nem számolta. A kutyát őrizte. Mikor elfogyott az elesége, megint hazament, és aztán újra megpakolta magát, és kiment. Ki a nagy pusztába ahol már más juhász terelte a nyájat. Teltek a meleg napok, az esős napok, de ő nem tudott elszakadni a helytől. Csak téblábolt a nagy merevemben. Egyszer augusztusban a puli valamit talált, egy kalapot hozott. Az uramé, mondta az asszony, hol vetted puli? A kutya elvezette. Egy kicsi sima homokban kotort a kutya, dühösen vakogva, csahintva, vicsorgatva. Kapart. Aztán egy kezet kapart ki. Az asszony a tíz körmével esett neki a homoknak, s nem sokára ott volt előtte az ura. Megrothadva, megundokodva. A nyakán volt a rézveretes szíj. A fiát is meglelte. Úgy feküdt a gyerek hason, a fejébe volt a nagy kalapja. Ahogy azt megemelte, ott volt a fejecskéjén a nagy szakadás. Nézte az anya, száraz szemekkel. Csak egy botütés és vége. Nem szenvedett soká. Egész nap elült a sír mellett. Estére bekaparta a homokot. Kis dombot rakott rá, és a domba két kórót tűzött keresztformán. Akkor elment kelet felé. Reggelre nyájat ért. Hon van az a veres juhász? kérdezte, aki tavaly erre felé legelt. Szögödébe, mondták idegen juhászok. Ugye? Sok csintalanságot leltek rá a pandúrok, elvitték vallatni. Az asszony meg se szállt, elindult s ment szögedébe. Harmadnap odaért, ment a csend biztoshoz, s mindent előmondott. Pandúrok mentek ki, s őt is vitték, szekéren, lovon. Felásták a sírt, leírták, amit láttak. Levették a szíjat a hótyuhászról, s vissza szögedébe. A vizsgáló biztos vallatott. Egyik rabot a másik után. Szó szóra ment, ez a szó másikra hajazott. A veres juhászra lassan sereg lopás gyilkosság igazolódott. Már megérett a kötél, mikor azt mondja a vizsgáló ember. Hát a bodri juhász. A veres ember szeme megserezdült. Bodri juhász. Az. Úgy élt. Míg Miért? Míg ért? Míg élt, Bodriuhász volt a neve. Hát az hova lőtt? Nem esmerem, uram. Ott legeltetett kentek mellett a csobori pusztán, a kisfiával. Lehetséges? Esmeri már? Haj azok, amik elment a Dunántúra. Azt kellene tudni, hova ment. Dunántúra e vagy merre? Volt nálam, mikor elment, igen, hogy valami baja van a törvényjel, egy időre elmegy napszállatra. Szállatra, vagy nyugavásra? Nyugavásra gondolom. Én is úgy gondolom. Hát azt is Kent nyugtatta el. Én, uram? Fiával egybe? Soha, uram! Nézzek gazda, magának már úgy is kész az igazság. Még azt az egyet meg kell ismernie. Mit tett magának a bodri juhász? tudom. Semmit, Semmit se tett? Nekem egy szalmaszálat se tett keresztbe. Akkor miért mondta Kend a csűri csárdában, hogy a bodri juhász is ott legeltet, ahol nem kéne? A veres juhász megrántotta a szemöldökét. Nem mondtam én azt. Hallották? Azt nem hallotta senki, fia. Hallották maga, tudja jól. Kinek mondta? Ha mondtam, nem azért mondtam. Hát miért? Nem miatta szóltam, juháznak ott szabad legeltetni, ahova szegődése van. Háromszáz juha volt. Hova lett vele? Főt hátán el nem sikkadhatott, igaz? – Igaz. – De ha ő nincs, a juhának meg kell lenni. Birka volt, vagy jó? – Inkább birka volt. – Ha volt. – Volt, volt. Övé volt, vagy uraságé volt? – Ő tudná megmondani. – Magának hogy mondta? – Én nem szóltam vele soha. – Akkor honnan tudja? – Mondták, láttam, mellettem legeltetett, nem volt beszélő ember, hallgató ember volt. Hallgatott? Hát, hallgatott. Akkor is hallgatott? Mikor? Mikor kentek agyonverték a bottal, ütet is, meg a fiát is. Fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott kent a fejére, kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani! Én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával. Ha nem beszélt vele, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akart tőlem a tekintetes úr? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozzak. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram! A bírkát elhajtották? Volt nekem bírkám tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. Háromszáz! Derékember volt a bodri juhász. Maga szerezte, maga takarította. Lehetséges, nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladtak kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. – Hajjaj, Kend, nem gyermek! Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon háromszáz birka miatt. – Mi az, Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodriúás szennyezze be a lelkit, Kendnek? – Nem tehetek róla! – szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek, napszállat után fejbeütötték a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megnakacsolta magát, a szeme égett, és szembenézett a vizsgáló bíróval. – Nem illet, uram! Lóduljon, kend, pimasz! Nem akarom többet kendet látni! A juhász megingott. – Ki a szemem elől? Nyálja, juhász, kend! Csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége! – ami nem enyém, nem vehetem magamra. Mars! A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét rá akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni. Nem tudott moccanni. Csak nézett, nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, rézzel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgáló bíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel csak úgy égett a szeme. Mink öltük meg Bodri juházt a háromszáz birkájáért, meg a két szamaráért. Ezzel meghajtotta a fejét. A vizsgáló bíró nézte, azután csengetett. Két pandú lépett be. Vigyétek! Adjatok neki huszonöt botot! A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtam, ment ki az ajtón. Köszönöm, alásson. A bíró utána nézett, és eltűnődött. Bárvár.